állati rekordokkal fogjuk folytatni. Ki tudja, hogy melyik a leggyorsabb állat a szárazföldön? A gepárd. Így is van? Hát nem. A bozott tűz elől menekülő gepárd. Mert mi a fenének futna 110-zel? Hát a antilop is csak 70-nel fut, a nyúl 65-tel, a kígyó 32-vel biciklizik. Hát... Hova rohanna a gepárd? A bozott tűzzel sikerült belőle kihozni a maximumot. És melyik a legokosabb? Delfin? Ugye a vízben, a szárazföldön a csimpánzt mondják. Én nem tudom egyébként, lehet, hogy a csimpánzok sokkal okosabbak, mint mi, csak minket szopatnak. Mert így mindig nézzük, hogy jaj, de nézd, de okos, rajzol a csimpánz, eszközt használ. Csimpánzok meg ott ülnek, hogy figyelj, rajzoljunk nekik, annak mindig úgy örülnek. Tessék, add el, vigyel, rakd fel a vaterár. Ugye a vízben meg a delfin, csak hát ezt ott nem tudják érvényre juttatni, mert ők egy levegővel vannak lenn. Ugye nem tudnak beszélgetni. Jön oda a többi, hogy hello, család, hogy van? Én most termékenyítettem meg az ikrákat. Viszont a delfineknél van homoszexualitás, csak ott állítólag a csapatszellemet erősíti. Az milyen szép, ott úsznak a vízben. Gyerünk, Frankie, ez az, csapassuk! Nem iszunk meg este egy sós vizet. A legnagyobb agya egyébként az óriás ámbrás cetnek van, 9000 köbcenti. És joggal merül fel a kérdés, hogy mit csinál az óriás ambrás cet ekkora haggyal? Ugye látsz a természetfilmekben ilyen jelenséget, amikor vonulnak a cettek, és hallod ezt a... Eddie Izzard szerint énekelnek. Nem erről van szó, számolnak. Így megy fejben a matek, hogy 9000 köbcentivel. Annyi, mint szorogban. És beúszik a delfin. 10! És hát nekem van vízi jártasságim, 20 méterig bármilyen motoros hajót vezethetek. Mikor ezt megtudta a feleségem, megkérdezte, hogy és 20 méter után le kell állítanod? Nem hiszem, a hossza lehet 20 méter. Tehát tényleg egy nagyon rövid kompon vagyok kompost. Tényleg milyen jó lehet. Szűk folyó. És vízi jártasságim van, ugye a Titanic vízi jártasság is szemmel egész más, mert ugye ott gondolkodol azon, hogy hogy nem mentették meg őket a delfinek. Ugye ott úsztak a vízben, fújták a sípokat, a delfinek meg szerintem ott köröztek alattuk, hogy oké, gyerekek, a sípok már megvannak, de hol vannak a lasztik? És ugye van az a jelent a Titanicban, hogy Leo és Kate, mármint hogy egy nő, csak úgy hívják, hogy két. És érted? Na tehát nem, hát mindegy, ne, nagyon rossz. Így állnak a hajó orrába, hogy near far wherever you are. Na most elmondom, akinek van víziártassegje, tudja, hogy a hajó orra dobál a legjobban. Tehát ennek nem úgy kellett volna lennie, hogy hanem úgy, hogy egy. A harmadik hullámnál két belefordul az óceánba. Kettő, a negyediknél Leo tarkóhánja. Ez a realitás. Van búvárjártasságim is, vagy hát ilyen búvárvizsgám. Csináltam 1988-ban a Tétény úti műfáz medencéjében. Ott szimuláltunk cápatámadást, csodálatos volt. Nyugdíjasok voltak a cápák, mert... Hát így ugyanúgy rádúsznak, és ugyanúgy több sorban van a foguk. Egyébként az megvan a filmben, tudom, amikor kidugja a cápa az úszonyat. Az nem azért van, mert lájkol téged. Mert meg fog kóstolni. Láttam egy természetfilmet múltkor, hogy búvár együtt úszott egy csapat fókával, és cápa meg alulról közelített, és kikapta a búvár mellől az egyik fókát, és mondták, hogy ugye, tud különbséget tenni a cápa. Hogy kasztingoltak erre búvárt? Figyelj, annyi lesz, hát lesz ott oroszlánfóka, elefántfóka, cápa! Van valami súlyos betegséget? Miért? Mert nem abba fogsz meghalni. A cápának meg elmondták, hogy figyelj, lesz ott egy ilyen telibe szart alakú fóka, avval ne foglalkozz, rossz ízű. Ugye a búvárok a víz alatt kézjelekkel kommunikálnak, illetve zseblámpával. Hát tiszta vízben kézjelekkel, éjszaka meg a Dunában zseblámpával. És hát ugye zseblámpával, ha ezt csinálja egy búvár, az azt jelenti, hogy nagy veszély van. Ha meg ezt, az azt, hogy húzódjon le és készíts elő az iratait. És vannak ilyen kézjelek. Ha ezt csinálja egy búvár, az azt jelenti, hogy kevés az oxigén. Erre te tudod válaszolni, hogy oké, okay, akkor ússzál fel, de nagyon óvatosan. Ez békatalpa a nehéz. Mert a többiek már elkezdtek vízisíjjelni.
És elmagyarázták nekünk a búvár tanfolyamon, hogy cápatámadás esetén mit kell csinálni. Megőrülsz, azt mondta az oktató, ha cápatámadás ér, akkor villancs a cápa szemébe víz alatti fényképezőgéppel. 1988-ban a Tétényi Üdüti Műfház medencéjében. Tehát azt sem tudom, hogy mi az a fényképezőgép, tehát semmit nem tudtunk. Villancs a szemébe. Ettől nagyon meglepődik egyébként a cápa így. Jön, mennyivel jöttem? Ha ez nem jön be, mondta az oktató, akkor csűrd orrba a fényképezőgéppel, mert a cápának az orra a legérzékenyebb része, neked meg nyilván a fényképezőgépe. És ha ez sem működik, akkor mondd azt, hogy van ott egy kis fika. Én egyébként általában kisebb állatokat szoktam megtámadni, amíg bejönnek a lakásomba. Arra nagyon ideges vagyok. Múltkor bejött két tücsök éjjel. Az rettenetes, mert ha fölkapcsolod a villanyt, abba hagyják a ciripelést, és lehetetlen őket lokalizálni. És így fekszetek a sötétben, így... Én már rohadtul aludnék, feleségem meg ilyen parázós, hogy hallottad? Hallottam, hiba a Matrixba. Nem vagyok hajlandó átvenni ezt az ideg állapotot, mert ebből ilyen horrorfilm lesz. Hallottad? Úristen, köztük járnak. A tücsök négy. Ebben nem megyek bele. És akkor ez volt. Hallottad? Villany föl. És a még rosszabb, a molylepke. Ugye a molylepke az ott kering a te lámpád körül. Ugye bogárkarika forog a lámpa körül. Nagy kérdés, miért kering a molylepke a lámpa körül? A tudományos magyarázat az egyébként, hogy a molylepke úgy tájékozódik a természetben, hogy elmegy táplálékért, úgy talál haza, hogyha azonos szöget zár be a holddal. Nem vicc, ő ezt érzi, hogy színusz, koszínusz, két. De hogyha lát egy fényesebb dolgot, mint a hold, akkor ahhoz kezd el viszonyulni, ugye? Ami szar ügy, mert a holdat nem tudja megkerülni, de a lápát. Igen, hopp, déjà vu. Ez a tudományos verzió. A valóság szerintem az, hogy tánciskola van így a nappaliban, és így megy a koreográfia, hogy kerül, 2, 3, 4, szúnyog, háló, 7, 8. És hát ott vannak a legyek. A legyet azt pláne nem értem, hogy bejön, ugye berepül a szobádba, össze-vissza kiszámíthatatlanul cikázik, és donk. Mit csinál olyankor? Szerintem, ha belassítanánk, kiderülne, hogy megy neki a GPS. Fordulj jobbra, megkerül az időt. Körforgalomból készül. Szúnyokál! Újra kérdez, és megindulsz készül. És szerintem, amire igazán büszkék lehetünk, mint az evolúció végterméke és a tápláléklánc csúcsa, hogy feltaláltuk a légypapírt. Hogy lehet olyan hülye a légy, hogyha már 4 beleragadtak, oda megy 5. Hogy rájöttem egyébként ennek is a pszichológiájára, repül a légy, jobbra-barra megfordulsz. Sanyi? Sanyi, hallod? Mi van? Sanyi, figyelj! Ilyen, ne gyere ide! Mi van? Mondom, ne gyere ide! Vajon nem hallom, oda megyek! És ott vannak így a végén 10. Gyerekek, nem úgy volt, hogy a budin lesz a gyűlés? De igen, de lefújták. A budi, az egyébként egy érdekes hely, ugye? Mert ott a kaszáspók. Ugye hol szokott lenni mindig a kaszáspók? A sarokba, igen, büntibe. És az én feleségem úgy tud jönni, figyelj, egy nagyon nagy pók van a WC-ben. Nincs nagy pók a WC-ben, egy ekkora kis p***n pók van a WC-ben, ekkora lábakkal. 4 teniszütővel én is félelmetes lenni. De úgy tud jönni a feleségem, hogy nagyon nagy pók van. És nem tudom, hogy mire megyek be, így nyitnám az ajtót, és kiszólt, foglalt. És megfejti a szudokumat, mire beérek. Meg a hangyákra külön ideges vagyok, érted? Mert amikor így viszonylag rend van a konyhában, amikor látom nyáron így megindul a sor így a kis morzsákkal a falrepedés felé, hülyét tudok tőlük kapni. Múltkor a Viacolor járókövemből, amit én vettem svájci frank hitelből, mert enyém a lakás meg a banké, enyém a nappali meg a gyerekszoba, banké a WC meg a konyha. Azt néha nem húzom le, hát ha érte jönne. A Viacolor járókő közül a hangyák a homokot, amit én söpörtem oda a svájci frankért, a saját hitelemért, amit a banknak fizettem azért, hogy söpörhessem, azt a homokot hordják szét.
És én nem értem, hogy miért. Két tippem volt. Az egyik ez a tipikus magyar hozzáállás, hogy az egyik gondolta, hogy jó, figyelj, nem figyelnek, gyerünk, nyomassuk. A másik megjött, hogy az mi? Homok, honnan, onnan, ingyen? Igen, hozok. A másik elképzelésem, hogy szerintem kvarcórát csinálnak. Hogy így úgy néz ki a hangyaboly, hogy van a dolgozó, a here, a királynő, meg az órás. És eldurant az agyam, lementem a Tesco-ba venni hangyamérget, és olyan hangyamérget találtam, hogy beviszi magával a hangya a mérget a... hol él? Kibucba, oda a hangya community-be, a közösségbe, a lakótérbe, a bolyba, megmérgezi az összes többi hangyát, és sterilizálja a királynőt. Ugye azért ez erős? Nekem bőven elég, ha a királynő leszbikus lenne. Vagy egy kicsit így a hangyák melegednének be, nem? Hogy így a morzsákkal egy ilyen kis gay pride éjjügy a konyhába, hogy cuki a cápot huszom. Ott vannak az imádkozó sáskák, az nem jön be a lakásomba, hál' Istennek, viszont ott leharapja párzáskor a nőstény a hím fejét. Majd utána jó étvágyal elfogyasztja az egész hímet. Innen van a neve szerintem, így megy randira, édes jó Istenem, attól, hogy ne hívjon fel kávéra, ne hívjon fel kávéra. Ezt képzeld, a kis imádkozó sáskát készíti fel randi előtt a faterja. Faterja? Hát ugye. Anya második férje. Figyelj, fiam, védekezzél, ne veszítsd el a fejed. Tényleg, észre. A szúnyogoknál ott meg komplett élethalál harc van a hím szúnyogok között a nőstény szúnyogért. Én ezt egy ilyen western filmbe élő jelenetnek képzelem, hogy így áll a két szúnyog egymással szembe, hogy... És ő minden rovarabban hagyja, amit épp csinál. Szita kötő is. És jön a serif, így a lódarázsó, mert a légy beköpte őket.